ott áll mellettem közel 15 éves barátom, Florek Tibor Zoltán, a NS-mozgalom formaként ismeri. Közel egy éve vagy Betyársereg tag. Van egy jó menő vállalkozásod és egy szép családod. Mi történt Forma? Miért jöttünk ma ide? Tulajdonképpen arról van szó, hogy májusban megnyitottam ezt a kis vállalkozást, amit becsületesen csinálok folyamatosan, és ennek hatására a helyi kisebbség az tulajdonképpen megpróbál rátelepedni, illetve nyomást befolyásolni erre a kis történetre, amiben már olyan dolgok is megtörténtek, hogy nem fizető vendégek eltávoztak, illetve a családok testépségét is nagyon durván veszélyeztették, és ezt próbálom ellen demonstrálni ebben a formában, hogy megjelenünk itt, és valamilyen szinten érzékeltetni, hogy ezt ezen a helyen nem kell itt csinálni, mert nem egészséges. Így van. Ami nagyon lényeges dolog az egész történetben, hogy a Betyársereg, tehát nem rendvédelmi szervezet, ezt mindannyian tudjuk. Nem tudjuk ezeket a problémákat megakadályozni, illetve úgy fogalmaznák, hogy inkább fel akarjuk hívni a figyelmet ezekre a problémákra. A megakadályozás a rendvédelem feladata. Ők igazából nem jártak ebbe élen, abszolút. Ennek függvényében, mivel egy családtagunkról van szó, azonnal mozgósítottunk, és közel egy 70 fővel megjelentünk nálad, és kiraktuk az irányjelzőt, hogy a jövőben erről a műhelyről vegyék le a kezüket az idősödők. Remélem, hogy ez a fajta kiállás sarkalni fogja azokat a magyarokat, akiket folyamatosan ér az országban bizonyos kisebbségek részéről különböző intenzitású támadás arra, hogy önszerveződő közösséget alakítsanak, és nyomdokainkba lépve ne prédák legyenek, hanem ragadozók.